Bemutatom önöknek Karap Máriát, aki gyerekeivel 1990-ben jött át Magyarországra, Marosvásárhelyről. Aztán itt egyszer csak kiderült, hogy a legkisebb fia, Sanyi HIV pozitív, azaz AIDS fertőzött. Tulajdonképpen kiderült-e az, hogy mikor és hol kapta el a gyerek? Hát igazság szerint ezt nem lehet kideríteni, tehát nem lehet tudni, hogy ki, mikor, meg mivel fertőzte meg, de az a véleményünk, hogy még kint Romániában. Na most, amikor kiderült a gyerek fertőzöttsége, akkor pontosan hány éves volt a kisfiú? 3 éves volt, az már itt derült ki Magyarországon, 92-ben. De gondolom, amikor áttelepülnek, akkor az önök élete is azzal kezdődött, hogy egy menekült táborba kerülnek. Így mondják ezt, azt hiszem, hivatalosan. Igen, mikor átjöttem 90. június 19-én a gyerekekkel, 6 hétig a Békéscsabai menekült táborban voltunk. Utána aztán sikerült elköltözni Békés albérletbe. Mielőtt azonban tovább folytatná, egy kicsit megpróbáljuk, illetve nem kicsit, hanem tulajdonképpen a műsor folyamán mindvégig a kronológiát követni. Tehát nézzük meg ezt a menekültábort, ahová önök először kerülnek. A menekülteket befogadó állomást 1989 őszén nyitotta meg a Belügyminisztérium az akkor már nagy számban érkező erdélyi magyarok ideiglenes elszállásolására. A menekültábor 350 ember befogadására alkalmas, jelenleg 215 lakója van. Az első évben szinte csak erdélyi magyarok keresték fel őket, akik néhány hét, esetleg egy-két hónap után viszonylag hamar tovább mentek. Többségük nyugatra távozott, kisebb részük telepedett csak le Békés megyében. Közéjük tartozott Karap Mária is. A táborba újonnan érkezetteket egy hétig karanténban tartják, ahol részletesen kikérdezik és megvizsgálják őket. Étszűrővizsgálat egyelőre nincs. Egy hét után 4-8 ágyas szobákban helyezik el a menekülteket, a táborban aztán naponta háromszori étkezést kapnak, továbbá orvosi ellátást. A menekülteket támogató alap évente körülbelül 1 milliárd forintot kap a költségvetésből, melyet szétoszt az országban működő 4 tábor között. Régebben rendszeresek voltak az adományok, külföldről időnként nagyobb pénzösszeg is érkezett, ma már csak ruhacsomagokat kapnak, azt is ritkábban. No, aztán kinek vagy minek a segítségével kerülnek ki ebből a táborból? Azt hiszem, ott tartózkodásunk 4. hetében olvastam egy hirdetést, hogy egy mozgássérült hölgy mellé segítséget keresnek. Én erre a hirdetésre jelentkeztem, ez Békésen lakik ez a család, az Adorján család, és az ők segítségével sikerült olyan értelemben kikerülni elég hamar a menekült táborból, hogy segítettek egy albérlethez hozzájutni. Ugye a két nagyobbik gyerek, Barna és Réka, igen, már iskolába járt akkor, amikor Sanyi, tehát a legkisebb, még bölcsődébe. Voltak éppen a bölcsődében a szokásos orvosi vizsgálatok során derült ki a gyerekről, hogy HIV pozitív? Nem a bölcsödében derült ki, hanem magas lázzal beszállították a Békéscsabai gyerekosztályra. Amúgy nagyon sokat betegeskedett, már 4 hetes kora óta középfülgyulladása volt neki, meg hőrkurut, magas láz, tüdőgyulladás. Ez is pont egy ilyen eset volt, megfázásos eset. Magas lázzal bevitték a Békéscsabai gyerekosztályra, és a főorvos úr ottan felfigyelt, hogy milyen gyakran beteg is elrendelt a gyereknek a megszülését, ami sajnos pozitív lett. Emlékszik-e arra, hogy mondjuk milyen módon közölték önnel, hogy a gyerek HIV pozitív? Hát ezt nem lehet elfelejteni. Tudom, hogy péntek este volt a gyerekorvos, az megkeresett, mert én is kórházba feküdtem, tehát ugyanabban a kórházban, csak felnőtt részlegen. Megkeresett a főorvos úr, és annyit közölt velem, hogy a Sanyinak van egy vírusos fertőzés, és átszállítják a László kórházba. Én másnap reggel 7 órakor fölvettem a kabátom, és menni akartam, hogy lássam, hogy a Sanyit mikor elviszik, hogy beszéljek valakivel. És az az orvos, aki engem megműtött, az a folyosón megállított, és annyit kérdezett tőlem, hogy hallottam-e az AIDS-ről. Hát hallani hallottam, de rögtön megkérdeztem, hogy velem van valami gond, és annyit közölt velem, hogy hát ez a baja van a gyerekének, és az a hátat fordított. Nem sokára megérkezett a nővér gumikesztyűvel, vért vettek tőlem is, és délután 4 óráig az orvosi szoba előtt ott álltam, és vártam, amíg az én eredményem megjön, akkor közölték, hogy nekem semmi bajom nincs. Na de önnel végül is hivatalosan ilyen formán senki nem közölte? Nem hívták be, nem ültették le, nem beszélgettek el önnel, hogy...
Igen, aztán hétfőn, mikor tehát velem közölték, az én kezelőorvosom közölte, hogy mi a gond. Persze a kezelőorvosának ez nem lett volna a dolga, nem, ha jól értem. Nem, ő csak tehát nem ilyen módon kellett volna, jó szándék van, hozzátette. Igen, hogy közölje. Viszont a gyerekosztálynak a főorvosa nagyon rendes volt, hétfőn fölhivatott az osztályra, és akkor mondta, hogy a két nagyot is vigyen fel, hogy nekik is ott helyben megcsinálják a szűrővizsgálatot, és ő mondta el, hogy a Sanyi, tehát hogy hol találom meg a László kórházat, meg melyik orvost kell keresnem, melyik a gyerek, ki lesz a gyereknek a kezelő orvosa továbbiakban. Na most arról valamiféle elképzelése van-e, hogy mondjuk hogyan betegedhetett meg Sanyi csecsemőkorában? Hát tudomásom szerint infúziót, vérátömlesztést nem kapott, viszont nagyon sok injekciót kapott. Már hogy ott Romániában? Ott Romániában, igen. Nagyon-nagyon sok injekciót kapott. Hát ez könnyen lehet, hogy egy fertőzött tűtől? Biztos. Biztos is. Tehát ez most már tudjuk tisztán, hogy a rossz orvosi ellátás miatt következtek be ezek a fertőzések. Már csak azért is, mert ugye a menekültek között, vagy a menekült családok között jó néhány van, aki hasonló cipőben járt, tehát hogy a gyereke HIV pozitív fertőzött. Igen, nagyon sokan vannak kint Romániában, ezt szeretném közölni, itt lényegében egy család van, de ez ami megtörtént Romániában, hogy így megfertőzték a gyerekeket, ez azt hiszem az egész világon egyedi eset. No most, mennyi idő alatt derült ki ott abban a kisvárosban, ahol éltek, a környezet számára, hogy komoly baja van a gyereknek? Nagyon hamar kiderült, mert azt mondja, a 7-10 nap leforgása alatt, mert a megyei újságban megjelent egy cikk, amelynek az volt a címe, hogy Écbeteg Békés Csabán. Na most ebben az újságban közölték azt, hogy van egy ilyen kisfiú. Nevet igaz nem közöltek, de viszont abba a bölcsődében, ahova Sanyi járt, ott tartottak szülőértekezletet, ott megszűrtek minden egyes gyereket, meg a velük foglalkozó személyzetet is. Az újságírónő kitől, vagy mitől szerzett információt? Mitől volt ilyen jól értesült? Erről mit tud? Nem tudom. Azt tudom, hogy a Mucsi főorvos úr, akkor a megyei tiszti orvosa, az, amikor kikerültem a kórházból, az eljött és megkeresett engem. Pár szót mondott a betegségről. És ha jól emlékszem, közölt egy olyat, hogy ezt le kell hozni sajtóban, meg nagyon rá kell figyelni az áttelepülteket is, tehát az ottan élő áttelepülteket, hogy elrendeljék a megszűrésüket. Valami ilyesmit mondott, én akkor annyira kivoltam idegileg, olyan rossz ideg állapotban voltam. Jól emlékszem, egy ilyesmit közölt akkor. Megtörténnek az első kezelések, ugye, igen, itt Pesten a László kórházban. Az első kezelések után a gyerek tulajdonképpen visszakerülhetett a bölcsődébe, tehát a korábbi környezetébe? Nem. Már nem is kerülhetett nem vissza? Nem kerülhetett vissza, és azóta se tudom semmilyen óvodába elhelyezni, nem fogadják be sehol. A bölcsőde nem fogadta be? Igen. Mihez kezdett? Hát otthon maradtam a Sanyival, a munkahelyemet azt feladtam, úgymond van, hogy feladtam, mert... Hol dolgozott ön ekkor? A Békési Szociális Otthonban dolgoztam, és segédápolónő. Tehát ott hagyta azt a beteg családot, illetve azt a... Igen, mert 8 hónapot dolgoztam az Adorján családnál, és utána lakáshoz tudjak jutni, muszáj volt egy kötött munkaviszonyt vállalnom, és akkor így sikerült a Szociális Otthonba bekerülnöm, és segédápolónő. A Sanyi 5 hétig, mikor kiderült a betegsége, és a Csabai kórházba felszállították, a László kórházba, 5 hétig benfeküdt. És ez alatt az idő alatt én még táppénzen voltam, és akkor a Szociális Otthonba ajánlottak egy olyat, hogy jó lenne elmenni ápolási díjra, mert az nagyobb is, mint amennyit ott keresnék. És mivel Sanyit nem tudtam sehova se elhelyezni, muszáj volt ehhez folyamodnom, tehát el kellett ezt fogadni lényegében. És hogy... akkor tisztázunk valamit. Tulajdonképpen ezt azért ajánlották önnek, nem tudom, ki ajánlotta, hogy menjen el a Szociális Otthonból. Az igazgatóságon. Tehát az igazgatóság vagy az igazgatónő ezt azért ajánlotta önnek, mert tulajdonképpen könnyíteni akart a sorsán, magyarán tehát azt akarta, hogy többet keressen, viszonylag jobban éljenek, vagy pedig ön úgy érezte, hogy teherré vált egyszer, csak félnivalója volt ott mindenkinek attól, hogy esetleg a fertőzöttséget ön is így vagy úgy, de megkapta. Lényegében az ápolási díj, amit kaptam, akkor az nem volt több, mint a keresetem. Biztos is, hogy féltek. Biztos vagyok benne, hogy féltek attól, hogy ja Istenem, akkor most mi van, hogyha az én gyerekemnek ez a baj, akkor közöttük dolgozok. Tapasztalta is ennek valamiféle jelét? Hát a kolléganők részéről volt olyan, hogy tettek különböző megjegyzéseket, meg
volt olyan hír, hogy elterjedett, hogy esetleg netán én is biztos az vagyok, meg azért meg volt az a két lépés távolság, érződött a levegőben az a feszültség, hogy az utcán is, mikor találkoztam kollégámmal, amikor már kikerültem onnan, és találkoztam volt kolléganőmmel, olyan is volt például, mint amit egyszerűen nem köszöntette, hogy nem lát, meg voltak ilyen dolgok. Tavaly előtt nyáron felhívtam az igazgatónőt telefonon, és mondtam neki, hogy tudom, hogy sokan mennek szabadságra, és nagyon szívesen visszamennék, beugranék akár a takarítónő helyet, vagy mit tudom én, valakit besegítenék. Mondani, anyagilag is nagyon sokat számított volna, meg a másik pedig az, hogy emberek között lehettem volna, mert tényleg, ahogy teltek a hetek, a hónapok, annyira, nem is tudom megmondani, annyira ki voltam borulva idegileg, nem láttam csak a rosszat, mert valóban elteltek hetek, hogy tényleg az ajtónkat senki be nem nyitotta. Tényleg hetek teltek el, hogy senki, mondjuk a szakemberek közül sem nyitották önökre az ajtót? Nem. Nem, ez valóban így volt. Hát nem csak a szakemberek, hanem lényegében senki, mert az az igazság, hogy ahol laktunk először, ahol a Sanyi betegség is kiderült, tehát az első lakásban, én azt hiszem, hogy az emberek azzal a tudattal voltak, hogy a Sanyit nem is fogják soha kiengedni a László kórházból. Igazából a pánik akkor indult el, mikor meglátták, hogy a gyerek otthon van. De mondjuk a helyi, nem tudom én, tisztiorvosi hálózat nem kezdett felvilágosító munkába, tehát nem kezdte az embereknek elmagyarázni, hogy ez a fertőzöttség állapota még nem olyan veszélyes, nem kell tőle tartani. Én azt hiszem, hogy akkor a bölcsödébe az orvos, aki tartotta a szülőértekezletet, ott beszélt valamennyit a betegségről, de igazából a városba, hogy tartottak volna egy ilyen felvilágosító tájékoztatót, ez nem történt meg, és azt hiszem, hogy ezzel nagyon nagy hibát követtek el, mert talán, hogyha elkezdték volna ezt a felvilágosító munkát, és minél többet beszéltek volna róla, akkor lehet, hogy talán elfogadták volna Sanyit. Bár tulajdonképpen én még azt sem értem, hogy hogyan válik egyértelművé, hogy önök az érintettek már, hogy annak a bizonyos újságcikknek a szereplői. Ha valaki mondjuk megkérdezte önt így szemtől szembe, akkor ön nem kertelt, hanem elmondta, hogy igen, az én gyerekemről van szó, és rólam? Igen. Uh-huh. Én úgy érzem, hogy én, ha megkérdezték tőlem, vagy bárki akar erről a dologról beszélni, nagyon szívesen beszélek róla, és én tudom, hogy az én gyerekem ártatlanul fertőződött meg, nagyon sok ilyen kisgyerek van, és szóval nincs miért titokba tartani. Elmegy az óvodába, és megpróbálja kijárni, hogy legyen ott helye, akkor a fertőzöttségét ön hozza szóba, vagy pedig rákérdeztek az óvónők? Az első óvodába próbálkoztunk. Én ott megmondtam az igazgatónőnek, hogy miről van szó, és szeretném, hogyha valahogy megpróbálnak, hogy Sanyi bekerüljön az óvodába. Szülőértekezletet tartottak. Ha jól emlékszem, ez is szavazással volt. Talán 5 szülő egyezett bele, és 52 nem, hogy a Sanyi. Tehát egyértelműen nem fogadták be. 52 szülő, tehát nem akarta, hogy a gyerek abba a óvodába vagy csoportba igen. járjon. Utána a másik évben próbálkoztunk egy másik óvodában, aztán időközben a lakást el kellett cserélnem. Próbálkoztunk egy másik óvodával, de ott is szavazással ment, tehát egyértelműen az volt, hogy nem fogadták. Félnek az emberek. Hát igazából két család volt, aki nagyon betett nekünk. Mindenféle szerint azon igyekezett, hogy minél jobban megkeserítse az életünket. Például látták azt, hogy a Sanyim ez egy kis kertes ház volt, hogy a kutyát mennyire szereti, megmérgezték a kutyáját, meg leköptek meg. Szóval azon mesterkedtek itt, hogy minél jobban betegyenek. Én azt hallottam, hogy amikor a gyerek lement a játszótérre, akkor kiürült a játszótér. Nagyon gyakran. Nagyon sokszor megfordult ez, de inkább úgy oldottuk meg a Sanyinak a sétáját, hogy este, amikor már minden gyerek fölment, akkor elindultunk este 8 óra után sétálni ott a környéken, az utcákon meg. Csak hogy kicsit levegőzzünk. Igen. Egy rövid idővel ezután, ha jól emlékszem a történet további folytatására, ön végül is elhagyja ezt a várost, tehát elköltöznek innen. Igen. Ön úgy gondolta, hogy már annyira lehetetlenítették a helyzetét, hogy nincs tovább maradása? Láttam azt, hogy Sanyinak egyáltalán nincs semmi reménye ott, hogy valamilyen közösségbe bekerüljön. Viszont a nagyoknak se sok reménye lett volna. Tehát sok lehetőség akár az iskolával, akár hogy el tudjanak menni dolgozni. Én azt hittem, hogy ha elkerülünk onnan, akkor egy nagyobb városba jobban el lehet tűnni. Ez a reménye beigazolódott legalább? Többé-kevésbé beigazolódott, de viszont az a legnagyobb bajom, hogy én ezt így nem tudom csinálni, tehát hogy itt titokba tartsam. Tehát ez nekem nagyon rossz, hogy én minden reggel azzal kelek, meg azzal fekszem, hogy ja Istenem, ha kitudódik. Ami ugyancsak érdekel, hogy hogyan tudtak megélni?
ötünkre van 17 ezer forintunk. Ki az ötödik? Van egy nagymamánk. Van energiája törődni a másik két gyerekkel és ennek kisfiú mellett? Hát az az igazság, hogy nagyon fogytán van már az erőm is, meg az idegrendszerem is, szóval valami változásnak úgy érzem, hogy nagyon hamar jönnie kell, mert ha nem, akkor azt hiszem nagyon hamar fel fogom adni. Az mit jelent ebben az esetben, ha ön feladja? Egyszerűen úgy érzem, hogy nem bírom tovább csinálni. Tehát 3 év óta ezt csinálom, és nem tudom elhinni azt, hogy tehát akármelyik óvoda, hogy legalább 2 óra hosszára Sanyit ne fogadják el. Tehát nagyon, hogy is mondjam, nagyon rossz látni azt, mikor Békésen is rengeteg Sanyival egykorú gyerek volt, és anyák napján, vagy mit tudom én, az év végén, amikor vége volt az óvodának, és láttam, hogy jönnek haza a szülők, ez borzasztó érzés. Tehát az, hogy Sanyi benn van csak a 4 fal között is, és igazából nem fogadják ezt, ez nehéz, ez nagyon nehéz feldolgozni, ezt sokáig nem fogom tudni így csinálni. Lassan a gyerek 6 éves, illetve hát iskolába. Igen, betöltötte, tehát iskolába menne. Mi lesz akkor, hogyha a gyereket egyetlen egy iskola sem fogadja be? Ön fogja otthon megtanítani írni, olvasni, vagy hogy lesz? Hát erre nem tudok mit válaszolni. Én úgy érzem, hogy rövid távon ez nem nagyon lesz megoldható. Én mondjuk én nagyon szeretnék egy olyat, hogyha esetleg valahol ki lehetne alakítani ezeknek a gyerekeknek, mint tudom én, egy kis házat, vagy kapnánk valami egy szobát, vagy egy közösségi házat, vagy bármit, mert vannak olyan gyerekek, ugye, akiket az anyuka ott hagyta, és a László kórház neveli. Én nagyon szívesen felvállalnám ezeknek a gyerekeknek a nevelését, és nekem az az érzésem, hogy ha mit tudom én, már van 2-3 gyerek, és esetleg talán, akkor biztos vagyok benne, hogy találnánk egy pedagógust, és foglalkozna velük, és akkor évvégi vizsgával le tudnának vizsgázni. Az az igazság, hogy én úgy látom, hogy az emberek nem is, tehát nem igazából a Sanyitól félnek, hanem leginkább attól félnek, hogyha, ja Istenem, meglátja a szomszédja, vagy megtudja az anyukája, vagy a testvére, vagy nem tudom, hogy eljön hozzám, vagy bármelyik hív pozitívhoz, hogy akkor mit fognak róla gondolni. Nem, igazából nem a gyerektől félnek, hanem a saját környezetüktől félnek. Hát ha nagyon hamar valami nem fog változni, akkor tényleg nem tudom, hogy mi lesz. Köszönöm szépen. Ahogy az elején is mondtam, a következőkben haladjunk időrendi sorrendben. A további szereplők közül elsőként dr. Godó Bélával, a Békés Csabai Kórház gyerekosztályának volt főorvosával kell megismerkednünk. Főorvos úr, tulajdonképpen ön milyen körülmények között tudta azt meg, hogy van az osztályukon egy HIV pozitív kisfiú? Egy 3 éves kisgyerekről volt szó, aki felső légúti hurutos tünetekkel igen magas lázas állapotban került fölvételre. A rendelkezésünkre álló anamnesztikus adatok szerint régebben hasonló lázas állapotokkal járó megbetegedései voltak. Marosvásárhelyi kisgyerekről volt szó. Beindítottunk megfelelő terápiát, úgy nézett ki, hogy a rendelkezésünkre álló laboratóriumi eredmények fölvetik esetleg bizonyos immunrendszer nem megfelelő működését. Így... Gondoltak arra, vagy nem gondoltak arra, hogy AIDS-fertőzött a kisfiú? Hát ez, hogy az immunrendszere nem megfelelőképpen működik, fölvetette bennünk annak a lehetőségét is, hogy esetleg egy ilyen jellegű vírusinfekcióval állunk szemben. A laboratóriumi paraméterek között, módszerek között rendelkezésünkre állt, ennek a vizsgálati lehetősége is így megnéztük. Megnézték, és mire jutottak? Pozitív lett. Volt-e nagy pánik az ön kollégái, tehát a gyerekkel közvetlenül foglalkozó egészségügyiek körében, amikor kitudódott a hír? Hát azt mondom, hogy ez egy elég kemény kifejezés, hogy pánik, váratlanul ért bennünket. Talán pánik hangulatról nem beszélnék. Gumikesztyűvel dolgoztunk, egyszer használatos készülékeket használtunk, és a vérvételi rendszer is zárt rendszerrel volt, tehát gyakorlatilag ez azt jelentette, hogy a beteggel érintkezve a testváladékával nem biztos, hogy kontaktusba került, aki vele dolgozott. Tehát ezek a lehetőségek már akkor megvoltak. Akkor valami más. Vajon azt honnan tudta meg a helyi sajtó, hogy van egy AIDS-fertőzött kisfiú az önök osztályán? De egyértelműen nem tudok erre felelni. Én azt hiszem, hogy van az egészségügyben titoktartás, van orvosi titoktartás, van nővéri, van
kiszolgáló személyzettel kapcsolatban, azt hiszem, emberek vagyunk. Nem tudom, nem hiszem, hogy bárki ilyen jelleggel mondjuk ezt idézőbe dobra verte volna. Lehet. Jó. Tovább haladva és elmerülve a részletekben, természetesen nem kérdezem meg az előbbiekben emlegetett újságcikk szerzőjétől, Béla Valitól, aki ugyancsak itt ül körünkben, hogy kitől értesült a hírről, de azt azért talán jó lenne megtudni, vajon gondolkodott-e azon, hogy mennyire lesznek felismerhetők írásának szereplői, és hogy milyen hatással lesz sorsukra, ha egy város azonosítani tudja őket. Nem az volt a célom, hogy megismerjék, sőt, talán meglepő lesz, amit mondok, én nekem fogalmam sem volt, hogy hívják a mamát és a gyereket. Nem ez volt a cél, hogy kiderüljön, sőt, olyannyira vigyáztam arra, hogy ne derüljön ki, hogy hova valók, hogy Békésről kaptam a jelzést, hogy pánik van a kórházban. Ön is így hallott, hogy pánik van a kórházban, igen, ugye? Igen, igen. Erre már a főorvos úr nem emlékszik, de nyilván azért, mert hosszabb idő telt el. Igen. Tehát ezt a jelzést kaptam telefonon Békésről, hogy van egy éces gyerek a városban. Mármint a Békés városában. Annyira vigyáztam, hogy ez ne tudjon ott ki, hogy ott van, hogy ezt írtam, hogy écbeteg Békéscsabán, ugyanis én nem arról kaptam a jelzést, hogy HIV fertőzött, hanem arról, hogy éces. Ami azért nagy különbség. Ami nagy különbség. Egy ilyen hír, hogy valaki écbeteg, az már pánikra ad valóban okot. Na most, hogy én leírtam az újságban, ez azért volt, mert mondom, hogy innen kaptam a jelzést, és ezért mentem utána, kerestem meg a gyerekgyógyászfőorvost először. Aztán ő elutasított, hogy finoman fogalmazzak, tehát egyszerűen nem volt hajlandó nyilatkozni, mire én, betartva a szabályokat, elmentem a kórház főorvosához. Igazgató főorvosához, igen, aki azóta meghalt. Tehát nem szeretném őt minősíteni, hogy ő hogyan viselkedett. Tény az, hogy botrán csinált a szerkesztésében is, velem is. Erről csak ennyit talán. És akkor tehát végül is, amit tudott, amit a hírcsatornáin beszerzett, azt írta meg. Így igaz. Aztán szerencsém volt, mert végül is csak nem akartam, mielőtt orvossal nem beszélek, megírni az anyagot, hanem akkor kerestem meg a Mucsi főorvos urat, aki viszont készséggel állt rendelkezésemre. És az ő elmondása szerint írtam meg aztán, ami az újságba került. Dr. Kovács Eszter Békés tiszti orvosa, akinek esetében tulajdonképpen az lehet az érdekes, hogy tiszti orvosként vajon hogyan próbálta közösségbe segíteni Sanyit? Egyáltalán tudott-e érvelni emellett? Hát amikor az eset kitudódott, akkor nem a felvilágosításnak az ideje volt, hanem inkább a pánik hangulatnak a megnyugtatása volt az elsődleges cél. Éppen ezért azokban az intézményekben, ahol az anya dolgozott, helyesebben, ahol a kisfiú élt a bölcsödében, próbáltuk a szülőket, az ott dolgozókat megnyugtatni. Ön tehát kijárt, főorvosasszony is? Magyarázta, hogy tulajdonképpen a HIV pozitívság, tehát a fertőzöttség ebben a stádiumában még nem veszélyes? Ebben az időben azok jártak ki a bölcsödébe, de a kapcsolatot tartottam velük, aki a bölcsöde orvosa volt, helyesebben, aki a szociális otthonnak az orvosa volt. Tehát ez nem ön volt, hanem egy kollégája. Igen, aki a gyógyításban, a szűrés elvégzésében is szerepet vállalt. A védőnők speciális képzést kaptak, szóróanyagot kaptak, a környéken lévő postaládákban, lakó közösségekben próbálták még a postaládába is bedobálni azokat az információkat, hogy egy kicsit a hangulat alább hagyjon. Most bocsásson meg, ezek a szórólapok arról szóltak, hogy konkrétan van egy gyerek és van egy asszony, vagy általában. Mivel leírták az AIDS különböző tüneteit és fázisait? Általában leírták azt, hogy milyen módon terjedhet az AIDS. Nem lett volna tanácsosabb mondjuk összehívni, vagy körzetekre bontani azt a települést, hát nem olyan nagy településről van szó, és mondjuk leginkább az érintettek közvetlen környezetét így módon tájékoztatni, magyarul tehát élő szóval, oda víve az édesanyát esetleg, akár a gyereket is, szóval, hogy ezt a pánikot valóban lokalizálják. Ez később indult, talán éppen azért is, mert amikor ez az esemény elkezdődött, 1992 volt, és akkor tulajdonképpen még Magyarországon az éces betegeknek a kezelése nagyon különleges módon zajlott. Én egy László kórházban dolgozó főorvostól tudom, hogy ott is eleinte szinte szkafander-szerű öltözetben jelentek meg az ott dolgozók,
és csak később, amikor a betegség minden kautilája nyilvánvalóvá vált, és a fertőzéseknek a forrása teljesen bizonyított volt, utána kezdték levenni a második köppenyt és a második gumikesztyűt, és úgy kell elképzelni, hogy amikor egy kisvárosban ilyen közel ott van, hogy egy halálos kór, mert akkor lehúzódik a redőny az emberekben, és szinte áthatolhatatlan. Azt kezdtük csinálni, és ez most már nagyon szépen fejlődött, és nagyon jó úton haladt, hogy a gyerekeket, az általános iskoláskorú gyerekeket és a középiskolás gyerekeken keresztül próbáltunk a szülőkhöz közelíteni. Nem túl későn, itt ez a kérdés. Nem telt el túl sok idő, ami Karap Máriáék rovására telt? Valószínűleg ezt az időt lehetett volna rövidebbre zárni. Csak éppen nem volt kezelési technikájuk, ha jól értem. Tehát elég későn, ezt el kell ismerjem, hogy én a személyes kapcsolatot fölvehettem volna Karap Máriával hamarabb, de aztán, mikor ez megtörtént, ez akkor vált számomra is nyilvánvalóvá. És tulajdonképpen azért kezdtem én azt, hogy elmegyek a lakására, és hivatlanul, váratlanul, legkülönbözőbb időpontokban leülök a családjukban, mert úgy gondoltam, hogyha nem mutatok személyes példát a szülők előtt, hogy én ebbe a házba bemegyek, én ebbe a lakásba leülök, és hogyha én erről nem beszélek az én közvetlen környezetemben, tehát nem hatósági emberként, hanem magánemberként, én nem próbálom fölhívni a figyelmet arra, hogy itt van egy család, akinek ugyan úgy jelenik meg a problémája, hogy kevés az anyagi lehetősége, hogy nehéz körülmények között van, de valóságban a kitaszítottságtól szenvednek, tehát nem a rossz életkörül, nem a szociális körülményeiktől szenvednek, hanem a kitaszítottságtól. Bocsásson meg egy pillanatra, ha arra emlékszik, hogy az eset kiderülése és az ön első személyes látogatása között mennyi idő telt el? 94-ben lehetett. Mikor derült ki az eset? 92-ben. Köszönöm. Dr. Mucsi Gyula, helyettes megyei tisztifőorvos, mint következő meghívott vendégen. Tulajdonképpen azért van körünkben, mert ha jól tudom, ugye, és ezt hallottuk is, őt hívta föl az újságíró nő jobb híján, hogy hiteles választ kapjon arra a kérdésre, találtak-e AIDS-fertőzöttet Békésen. Engem az érdekelne, főorvos úr, hogy mikor határozta el, hogy igent fog felelni erre a kérdésre? Én gyakorlatilag ezt azonnal eldöntöttem, hogy tájékoztatni fogom az újságírónőt. És tényleg az ön figyelmetlenségéből adódott, hogy a cikk címében AIDS-fertőzött helyett AIDS-beteg jelent meg? Én ezt az újságban megjelent közlést, illetve hát ezt az információt akkor, az akkori tudásunknak, illetve az akkori helyzetnek megfelelően nem tartom nagy tévedésnek, ha egyáltalán tévedés. Itt az előbb hangzott el a főorvos úr részéről, hogy AIDS beteg és AIDS fertőzött között oly nagy a különbség. Nagy a különbség, de mint mondottam, tünetei voltak a gyermeknek, amelyek ahogy következtetni, hogy esetlegesen a kivizsgálás, amikor majd megtörténik, ez a betegség beigazolásra is, tehát igazolásra magyarán, is tehát megelőlegezték ezzel a betegséget. Megelőlegeztük a betegséget, de előre szeretném bocsájtani azt, hogy ha ez az én figyelmetlenségemnek tudható be, akkor ez valóban így történt, de a tájékoztatás szempontjából, a lakosság, a közvélemény tájékoztatása szempontjából maga a tény volt a lényeges, az az eset, amelyet az újságírónő leírt, és amelyet vázolt. És én úgy érzem, hogy annak a cikknek, amely megjelent ebben a február 18-i Békés megyei hírlapban, igazából nem ez a része a lényeges, hanem az a része a lényeges, amelyben már a kollégám, illetve én is megkezdtük a megye lakossága felé azt a tájékoztató munkát, azt az egészségügyi felvilágosító munkát, amelyre úgy éreztük, hogy szükség van. Tehát egyet mondjon meg, felelősnek érzi-e magát, tehát utóbb mondjuk
bevallja-e, hogy sajnos ön is hozzájárult ezzel a téves információval ahhoz, hogy Karab Máriáék története ilyen szerencsétlenül folytatódott, vagy sem? Nem. Köszönöm. Adorján Kálmán és felesége Magdolna tulajdonképpen a Karab Máriát és kisfiát körülvevő emberek sorában akár az élen is szerepelhetett volna. Adorjánék, mint ahogy ez Mária nyilatkozatából, iménti beszélgetésünkből kiderült, 1990 nyarán újsághirdetéssel próbáltak meg ápolót találni Magdolna mellé, és arra jelentkezett a menekült táborból, tehát Mária. Miután a tábor igazgatója a legjobb referenciát adta Karab Máriáról, Magdolna elfogadta ajánlkozását, sőt, albérletet is szereztek neki. Nagyon jó lelki kontaktus alakult ki közöttünk. Tehát éreztem azt, hogy végre találkozom egy olyan emberrel, akit nem csak hogy megfizetek, hanem lelkitársam is lehet. Szóval olyan csodálatos szeretet mennyiség állat abból az emberből. Valahogy aztán kiderült, hogy egy idő után önnek kellett inkább lelkitársához szegődni. Igen, igen, de ez is valahogyan olyan nagyon jó szerep volt végül is. Bocsánat a kifejezését, hogy azt mondom, hogy szerep, mert hiszen ez egy kicsit morbid, hogy ezt a kifejezést használom, de nagyon örültem, hogy tudtam valakinek adni, hiszen ebben a helyzetben adni nagyon nehéz dolog, hiszen nekem mindig kérni kell valakitől dolgokat. És aztán rájön az ember arra, amikor sokáig tolószékben van már, én éppen 18 éve, hogy mindig kérni és kérni, és soha nem tudni adni, hát akkor mi végre is élek én? És ekkor éppen ő jött az életembe, aki által ezt teljesen megváltozott, és tudtam árasztani magamból a szeretetet. Önök mit próbáltak például tenni annak érdekében, hogy mondjuk lokalizálják, némiképpen enyhítsék a közhangulatot velük kapcsolatban? Tulajdonképpen a legfontosabb dolga az volt, hogy úton útfélen beszéltem embereknek ezekről a dolgokról. Hogy tőlük nem kell félni, hát hiszen ők nem kivetni való emberek. És 92-ben, amikor a kisfiúról kiderült februárban, hát nem 94-ben kell a felvilágosítást elkezdeni, hanem abban az adott pillanatban, amikor megtudom, hogy ez a gyerek ilyen beteg. Itt nincs, itt óriási, ez nem hiba. Ez olyan, hogy ezt a családot megölték ezzel szinte akkor. Én mindennapos vendég voltam, a gyereket szeretgettem, puszíltam, mindent tettem vele, és nem lettem éjszbeteg. Egy tábolcsár, ezt néztem vele, hogyha ezt lehet mondani. Bondárné Pásztor Ildikó és Kis Gáborné Anni a két békési óvoda vezetője. Elsőként az Epreskerti óvodánál próbálkozott Mária, hogy kisfiát talán itt befogadják, hiszen ahogy azt finoman mondani szokták, a periférián élő hátrányos helyzetű családok gyerekei javarészt amúgy is ide járnak. Na most mi következett akkor, amikor megkereste önt az édesanyja? 1993. februárjában keresett föl Mária, ő őszintén elmondta, azzal kezdte, hogy ő a Sanyika édesanyja, aki HIV pozitív, és szeretné közösségbe adni, mert kirekesztik a városba, szeretne elmenni dolgozni, mert nagyon kevés a pénze, ha 4 órára is el tudna menni dolgozni, neki az is jó lenne. Bementem az önkormányzathoz, bementem, megkérdeztem a tiszti főorvosasszonyt, és a szülői munkaközösség elnökével leültünk beszélni, és el kell mondani, hogy tényleg kevés volt a tájékoztatás addig a AIDS vírusról, nagyon keveset tudtunk, elkezdtem... Önök véletlenül ezek szerint nem kaptak a postaládájukba ilyen felvilágosító füzetet? Én még akkor nem kaptam, azután már később kaptunk, de akkor még abban a pillanatban nem volt. Az óvodában mégis olyan hangok jöttek elő, hogy jó, mi lesz, ha közösségbe kerül Sanyika. Most aztán nagyjából tudom, hogy körülbelül a szülők mit válaszolhattak, igen. Ugyanis hát a gyereket ugye nem vették fel az óvodába, mi magunk is megkerestünk néhány szülőt, illetve egy korábban az ügy kapcsán készült filmből részleteket emeltünk ki, a szülők véleményét. Nézzük meg közösen. Nem tudom, hányan áttelepítettek Romániából, áldozták a beteg gyerekeket. Igen, ezt már nem szabadott volna megengedni, már a határnál. Nagyon sajnálom őket, nem tehetnek róla a szerencsétlen, de nem kellett volna beengedni, így betegen. TV műsorokban láttam, hogy az ilyen gyerekeknek a beteg, ilyen vírusos fertőző betegek, azok külön vannak, külön óvodájuk van, iskolájuk van. Sajnos itt még nincs ilyen Magyarországon, akkor ezek szerint. Nem kívánhatja tőlünk senki,
hogy a mi gyerekeink egészségét feláldozzuk a más gyerekéért. Hát nem tudom, nekem kettő gyerekem jár ide az óvodába, van egy kicsim, én szerintem ne járjon ide. Nem akarom veszélyeztetni a saját gyerekeim egészségét. Nincs helye ilyen gyerekek közt, egészséges gyerekek közt, nincs helye egyáltalán. Nem vagyok fajgyűlölő, semmi se, de nem látom helyesnek, hogy ő ide járjon, ahol valamelyes gyerekek vannak. Mert hiába volna itt a szülő, az anyuka, az egy pillanat, míg oda megy és beleharap. És nem lehet mindjárt figyelni rá, vagy mindig. Mivel tudtam, hogy a kisgyermek annak ellenére, hogy nem tudták, hogy beteg, bölcsödébe járt legalább másfél évig, tehát ott sem lett fertőzés, ahol nem tudtak róla, tehát ahol nem vigyáztak rá. Otthon a családban, anyukától tudom, egy tányérból ettek minden, és azért családban is előfordulnak kisebb balesetek, tehát ott sem volt fertőzés, mivel a család többi tagja nem kapta el. Tehát én úgy ítéltem meg, hogy a gyermek járhatna a közösségbe. Igen, hát körülbelül nagyban is ez volt az arány, ha jól tudom. Na most mindezek ellenére próbáltak-e valamit tenni a kisfiú érdekében? Hát miután a szülők kijelentették, hogy nem járulnak hozzá, hogy az óvodába járjon Sanyika, sőt még azt is kijelentették, hogy elviszik az óvodába a gyermeküket, hogyha hát, hogy Sanyikát fölveszem, igen, akkor én felajánlottam ott a szülők előtt, hogy akkor én legalább hetente egyszer átjárok Sanyikához, ellátom az anyukát olyan anyaggal, amit 4 éves korban egy kisgyereknek tudni kell, ceruzával, rajzlappal, minden, és én hetente egyszer átmegyek, és szívesen foglalkozom vele. Át is ment? Hát sajnos ezt az anyuka nem kérte, ő azt mondta, hogy ő is tud vele foglalkozni, amit kapott anyagot, azt megköszönt, azt mondta, ő is tud vele foglalkozni, ő a közösséget kérte volna, kimondott, hogy közösségbe lehessen Sanyika. A történet folytatásához persze hozzátartozik, hogy a második óvodába már módosított, pontosabban limitált kéréssel érkezett Karap Mária. Nevezetesen azt kérte, hadd töltsön el a gyereke legalább egy héten 2 órát, összesen 2 órát a kicsik között, az ő mármint a mama felügyeletével. Miért kellett ellenmondani a vezető óvónőnek? Hiába van ott az anyuka, az nem közösségi szokás, hogy egy kisfiúnak ott van az anyukája és fogja a szoknyája szélét. A többi gyerek nézi, hogy az én anyukám miért nincs ott. Tehát a gyerek úgy gondolta, hogy ez mondjuk rossz nem pedagógia? Nem vezet jó eredményre, hogyha egy gyereknek ott van az édesanyja? Egy óvodai életben a napirend nagyon sokat változik. És ha az anyuka ott van, már az egy megkülönböztetett dolog annak a kisgyereknek a számára. Az nem tanul úgy közösségi szokást. A többi nézi, hogy akkor az én anyukám miért nincs itt óvónéni, például. A szülők itt is többségben elvetették azt, hogy a kisgyerek bejöjjön. A védőnő megtartotta az észről a felvilágosítást a szülők körében, mégis annak ellenére, hogy így kérte az óvodát, körülbelül 5-en voltak, akik azt mondták, hogy azzal a feltétellel, hogyha az anyuka is jelen van. Na most én ezt nem tartom helyesnek egy óvodai életben. Ez pedig a törpe kisebbség, ez az 5? Hát 48-50 gyermekem van, ebből 5. Mert 2 csoportos. 5 járult volna hozzá. Igen. Uh-huh. Nem tartom helyén valónak. Hát maga mondom. Is tulajdonképpen azokkal a szülőkkel értett egyet, akik nem találták jónak, hogy akár az édesanyjával együtt jelen legyen ez a kisfiú? Én azt mondtam, fél szívem az diktálja, hogy a kisgyereknek közösségben a helye. Egyből egy apuka felszólalt, hogy itt nem fél szívről, egész szívről van szó, úgy tessék gondolkodni. A dolgozók is elzárkóztak, megmondom őszintén, nem szívesen fogadták volna be. Tehát az volt önök köztünk, kollégái. Így van. Volt köztünk akkor egy kismama, az rettenetesen félt ettől a lehetőségtől, pedig nem is az ő csoportjába került volna akkor ez a Sanyika például. Na most a többséget nekem is el kell fogadni, szülőkkel együtt kell eldönteni azt, hogy bejöhet az óvodába, a másik pedig az, hogy félünk. Félnek a dolgozók, félnek a szülők. Én egyvégtében az ön véleményét, vagy az ön hozzáállását szeretném megtudni. Ön kinek az oldalán állt? A többségé? Én is a többség oldalán álltam. Dávidné B. Hídvégi Julianna, annak a szociális központnak az igazgatónője, ahol Karap Mária dolgozott. Állítólag 8800 forint volt a fizetése, amikor még utoljára ilyesmiről szó eshetett. Mielőtt az igazgatónőt faggatom, nézzünk szét ebben a bizonyos szociális központban. Hajnal István Szociális Központ, Békés. Az intézmény nevének megfelelően valóban központról van szó. Egész Dél-Kelet-Magyarországról fogadja az idős otthonra szorulókat, körülbelül 300 állandó lakója van. E 300 emberre 55 ápoló, 16 takarítónő és közel 101 év dolgozó jut.
Az ápolók, segédápolók, legalábbis az igazgatónő szerint, éppen elegen vannak ahhoz, hogy minden gondozottat el tudjanak látni. Igaz, ehhez egy percre sem állhatnak meg. Egy kezdő képesítés nélküli segédápoló fizetése bruttó 12.600 forint. Az évek óta ott dolgozó szakképzett főnővéré 20-24.000 forint. Munkájuk reggel fürdetés, majd ágynemű csere, ágytáltakarítás és tisztába tétel, etetés. Karap Mária 1991-ben segédápolóként havi 7000 forinttal kezdett az otthonban dolgozni, mely néhány hónap elteltével 8800 forintra emelkedett. Igazgatónő, mit tudott ön tulajdonképpen Karap Máriáról addig, amíg önöknél dolgozott? Nem sokat tudtam róla, hiszen nagyon sokan dolgoznak a központban. Annyit hallottam, hogy rossz körülmények között él, éppen ezért sokszor segítették ki kolléganői különböző, akár pénzbeli, akár másmilyen adományokkal. Egyszer volt egy döbbenetes élmény számomra, ami bűntudattal töltött el. A volt jegyzője a városnak éppen elbúcsúzni készült, és az utolsó testületülésen, amikor már minden hivatalos részét elrendezte a dolgának, fölhívta a képviselőtestület és a jelenlévők figyelmét, hogy van a városban egy nagyon nagy bajban lévő asszony, és ez hagyra hátra, hogy mindenki segítsen neki, amennyire csak tud. És én akkor azért éreztem bűntudatot, mert ez az asszony abban az intézményben dolgozik, vagy dolgozott, ahol én voltam igazgató, és én igazán nem tudtam az ő problémájáról. Na most azt, hogy a kisfia, már hogy Karap Mária kisfia, igen, beteg, vagy legalábbis fertőzött, ezt ön is a városi, úgymond pletyka híradásokból tudta, vagy pedig hivatalosan értesítették önt a tisztiorvosi hálózaton keresztül? Először a pletyka útján jutott a hír el az intézménybe, ilyen robbanásszerűen jött be, és mi is azt hallottuk, hogy étszes a gyermeke a Máriának. Nem mondom, volt egy kis riadalom az intézményben, mert a dolgozók is, lakók is egy kicsit megijedtek, hiszen segédápoló volt Mária nálunk. Utána hivatalosan megkaptam az értesítést arról, hogy mivel állunk szemben, lehetőséget ahhoz, hogy szűréseket kérhessen az, aki esetleg nagyon megijedt, vagy szeretne megnyugodni. Egyáltalán ön próbálta megnyugtatni saját munkatársait, afelé, hogy attól, mert az egyik dolgozó fia étszfertőzött, attól még nem szükségszerűen fertőzött az édesanyja is? Igen, próbálkoztunk ezzel, sőt egy védőnőt meg is kértünk, hogy jöjjön fővilágosító előadásokat tartani, különösen a szakápolók körében. Miért beszélte rá, ha finoman is, vagy ráutaló magatartással is Máriát arra, hogy lépjen ki a szociális központból? Én nem beszéltem rá semmire. Ő táppénzen volt nagyon sokáig, és a fizetése is kevés egy segédápolónak, a táppénze meg jóval kevesebb. Egyszerűen bajba volt. Ő tőlem segítséget kért ahhoz, hogy hogyan is tudna otthon maradni a gyermekével, és hogyan is tudna megélni. Állítólag az egyik kollégám, az akkori gazdasági igazgatóhelyettes, az tényleg behívatta, és azt mondta neki, jobb, ha elmegy. Én az ő szaváért nem tudok felelősséget vállalni. Én azt tehát, ha jól értem, akkor ön akár a mai napig ott dolgozhatnak a Rap Mária. Önön ez nem múlott volna? Nem, egyáltalán nem. A helyzet akkor az volt, hogy túl kevés volt a táppénze. Akkor abban a helyzetben kicsi volt a gyermek, friss volt a probléma, szeretett volna mellette maradni. Én abban tudtam számára segítséget nyújtani, hogy az ápolási díjat minél hamarabb megkapassa. Ennek feltétele viszont az volt, hogy a munkaviszonya megszűnjön. Egyszerre nem lehetett a kettő egymás mellett. És utána már, amikor megszűnt az ő munkaviszonya nálunk, én utána többször látogattam meg, gyűjtéseket szerveztem, de ez már azután volt, miután ő kikerült a rendszerből. Szóval akkor ezt ne úgy értékeljük, mint az ön lelkiismeretének a megmozdulását. Nem tudom, mit akar hallani tőlem erre a kérdésre. Az igazat leginkább. Mit ne értékeljek úgy? Azt ne értékeljük úgy, hogy ön meglátogatta és gyűjtés szervezett, hogy tulajdonképpen ez a feletti lelkiismeret furdalásában volt, hogy elküldték Máriát onnan. Én nem küldtem el Máriát. Következő vendégem Békési Margit közelébe már akkor költöztek Karap Máriáék, amikor városszerte híres lett a család. Ezért az anya, ahogy mondta is, engedélyt kér tulajdonképpen az ott lakóktól, mire beköltöztek, így már tulajdonképpen mindenki tudta, hogy az a nő jött ide, akinek éces a kisfia. Ön hogy barátkozni kezdett ezzel a családdal?
Én már nem emlékszem pontosan az előzményekre. A lakótársaimmal beszélgettünk erről, és fölmentem egyszer Máriáékhoz. Elég jól elbeszélgettünk este, olyan 1-2 óra hosszát volt, miről beszélgetnünk. Én, mint embert megértem, szerintem a lakók és a közösség is megértette bizonyos szempontból, de mindenki úgy közelített hozzá, hogy csak a szomszéd meg ne tudja. Na most azért, ha a történetet jól ismerem, egy idő után önnek azt kellett tapasztalnia, hogy a szomszédai, a helybéliek, tehát a lakótársak öntől is egyre inkább 3 lépés távolságra közlekednek. Igen. Jött haza a lányom is azzal a problémával, hogy sajnos nem köszönnek, alig köszönnek neki. Ugyanúgy volt velem is. Próbáltam az embereknek megmagyarázni azt, hogy ez mennyire veszélyes. Az, hogyha valaki beszélget egy HIV pozitív fertőzöttel, az nem jelent számára veszélyt, vagy az édesanyjával, mert én az édesanyjával beszélgettem. Attól még ő nem lesz fertőzött. De egyszer aztán, vagy egyszer csak aztán az ön kitartása is megtörik, ugyebár, mert egy idő után azt kérte Máriától, hogy többé még csak ne is köszönjön önnek. Hát ne köszönjön, ez egy kicsit kemény, de én nem mentem át hozzá. Ő is érezte egy olyan 2 héten keresztül, hogy valami köztünk nincs rendben. Nekem a gyerekem volt az első ilyen térem. Tehát mondjuk nem szerette volna, ha kikezdik önöket is, és ugyanarra a sorsra jutnak, mint Máriáék? Nem. Ezért inkább elhatárolódott tőlük? Igen. Gulyás Marika néni, akit pót nagymamaként is kezelhetünk Máriáékkal kapcsolatban, mint hallottuk, még a békési szociális otthonban ismerkedett meg Máriával. Marika néni ott élt ápoltként, hamar megkedvelték egymást, mert állítólag Marika néni, ugye, mint hallottuk, sokban emlékeztette Máriát édesanyjára. Ő első kézből Máriától tudta meg, hogy mi is történt, amikor az asszony épp a munkakönyvét átvenni ment be a szociális otthonba. Marika néni nagyban sajnálta, hogy elkerül a legkedvesebb ápolónője? Hát sajnáltam őszintén, igen, nagyon. Nagyon szerettem, nagyon szerették az idősek, és nagyon tudott bánni velük az idősekkel. Én is sajnáltam, hogy megszakadt a munkaviszonya. Tulajdonképpen mennyi idő telt el a között, hogy elment Mária a szociális központból, és ön pedig eldöntötte, hogy elhagyja a szociális központot, és összeköti az életét vele, illetve velük? Hát a jó bő 2 év beletelt, mert én nem tudtam a Sanyika betegségéről, mert nagyon távol laktak ők én tőlem, és nem tudtam hogy közlekedni, nem voltam ismerős Békésen, hanem a nővérszobába egy este bementem, és akkor egy kis kegyed ki volt hajtva, és ott látom meg a Sanyikát, meg a Marikát. És akkor nem mondom, úristen, hát ők vannak benne. És elkértem a nővérkétől a újságot, és én elolvastam, és utána döntöttem, hogy föl fogom keresni őket. Tulajdonképpen az újságból tetszett megtudni azt, hogy a kisfiú beteg? Tudtam előzőleg, csak nem tudtam, hogy hol laknak. Nagyon messze volt is, mert nem tudtam elmenni hozzájuk. És azt már akkor eldöntötte, hogy ha a befogadókészség mutatkozik, akkor ön odaköti az életét hozzájuk? Igen. Hogyha a nagyfiúk is, és a nagyfiú Barni is, meg a Réka is elfogadnak, meg a kicsi is, hogy ezt meg kellett beszélni a családdal, akkor igen. És vajon nem tartott-e attól, hogy ezzel jócskán belemegy a bizonytalanságba? Hát bizony sokat nem aludtam, azért elég sok este éjjel, de elgondolkoztam, hogy na mostan, hát mivel elég jó helyen volt, 2 ágya szobában voltam, de azért csak idősek voltak meg. Na, sok mindent láttam, ami még hát nem nekem való, nem vagyok fiatal, de szóval nem odavaló, és hát gondoltam, hogyha ki tudunk jönni, megpróbálom. És megtalálta a számításait? És megtaláltam, mert sajnos nekem is járt eléggé. Nagy fájdalmam, nagy bánatom van, ugye a 2 nagy fiamat elvesztettem balesetbe, és akkor így most már van fiam is, lányom is, unokám is, kicsi is, úgyhogy nagyon meg vagyunk. És mennyire viseli meg ez az egész helyzet? Most már úgy kérdezem az önök családját. Hát lelkileg nagyon. Nagyon az a kitaszítottság, hogy nem vesznek semmibe bennünket, mindenütt lehet mondani, hogy különösen Békésen is valóban, hogy hát az ember újjal mutogattak, ez a család itt megy, szóval eléggé. Nem is mentünk sehova, este mentünk, már akkor meg már szúnyogok majd meg ettek. Hát szóval bezárt lakásban lenni egy csöpgyereknek, nekünk is egy büntetés, nem egy csöpgyereknek.
és bizony azért Marikát is akkor maradt egyedül támasz nélkül, mikor nagyon, de nagyon nagy szüksége lett volna rá, és én úgy éreztem, hogy minden testem, lelkem beleadok, és megpróbálok segíteni, és megfogom a kezét, hogy ne sírjon, ne bánkodjon, vannak még jó emberek, és hát én is bízom most is, hogy fognak segíteni, hogy... De maga is egy ilyen ember, ugye? Igen, egy ilyen jó igen, ember. Én tudok hallgatni, és tudok sírni, és van egy kis szobám, oda behúzok, mikor olyan van, akkor kisírom magamat, aztán megyünk tovább, játszunk még minden, ami jön. És mondja, mit szólnak azok az egykori lakótársai már ott az otthonban, akikkel ugye együtt élte az életét, igen, és mondjuk visszalátogat oda közéjük ehhez a lépéséhez? Erre nem volt lehetőség, mód. Én próbáltam. Már mire nem volt lehetőség? Visszamenni, meglátogatni őket. Első alkalommal bementem, még ott voltak személyes irataim, még holmim, virágok, stb. És vártak már az ajtóba, hogy na nem mehet be. Mi azt, hogy hát nem mehetek be, egyszerűen nem lehetett bemenni. Lejöttem. De mire hivatkoztak? Nem mehetek, mert kiköltöztem a Marikáikhoz. Csak nem attól tartottak, hogy ön is ettől a kiköltözéstől nem már hív tudom, pozitívvá vált. Nem tudom, mitől tartottak, de ez nagyfokú butaság volt szerintem, mert egy héten vagy két hét után mentem be, kis nyugdíj, ami meg ami hát volt ottam. És végül is bejutott? Egy hétre rá kaptunk egy olyan levelet, amennyiben vissza akarok menni a szociális otthonba, akkor előzőleg keressem meg a Békési Bőr és Nemi Gondozó Intézetet, hogy ottan megszűrjenek. Hát én úgy is tudtam, hogy én vissza akarok menni, akkor biztos, hogy de nem is úgy mentem ki, mert én meggondoltam azt, hogy hova megyek, és tudtam, hogy három egészséges van, egy csöbb gyerek, egy ártatlan gyerek, hogy ottan bajom nem lehet. És akkor... Köszönöm. Még egy meghívottam van ma estére, Gervai Gábor, szociális munkás, aki egyébként az ELTE hallgatója, az Eötvös Loránd Tudományegyetem hallgatója. Ő önszántából jelentkezett annak idején a László Kórház felnőtt AIDS fertőzött osztályára, és bár ott kérelmét elutasították, a gyerekeknél azonban munkát talált. Mi vonzotta Gábor ebbe a körbe önt? 1992-ben egy kisebbségi konferencián találkoztam az akkori, a Plusz Egyesület akkori vezetőjével, aki AIDS-beteg volt, és utána egy jó kapcsolat alakult ki kettőnk között, ő megkeresett a problémáival, nagyon sok mindent elmondott, ami egy AIDS-beteget sújthatja, a kirekesztés, a kórházon belüli konfliktusok, és ő sajnos 92 nyarán öngyilkos lett, többek között emiatt is, és akkor döntöttem el, hogy mindenféleképpen ezeknek az embereknek segíteni akarok, hogy emiatt ne kerüljenek ilyen helyzetbe. Na most ön ugye eltöltött jó néhány hónapot, évet az útvesztőkben. Milyennek találja az intézményes hozzáállást ez az egészhez? Tehát ha mondjuk valaki, és kiderült nem csak Karab Máriáik az egyedüliek, akik ilyen gonddal küzdenek, milyen a hivatal hozzáállása? Olyan, mint az adott és az előbbiekben ismertetett esetben? Igen, elutasító, abszolút elutasító. Én megmondom őszintén, riasztónak tartom ezt a szavazást, amit ön mondott, hogy demokráciát itt játszani. Sok veszélyt látok ebben. Csoportosan szavazunk arról, hogy embertársainkat, akik valamilyen oknál fogva hátrányos helyzetbe kerültek, teljesen kirekesszenek és perifériára kerüljenek. Ezek a gyerekek bölcsödébe, óvodába, iskolába nem járhatnak, nincs megoldva az oktatásuk ezeknek a gyerekeknek. Habár itt kell megjegyeznem, hogy két jó példáról be tudok számolni, két faluban két kisfiút befogadott a közösség és a családot is, és ezek a gyerekek járnak óvodába is, és iskolába is. Ott valószínűleg felvilágosultabb szülők lakhatnak, igen, nem? Igen. Anélkül, hogy illetékesnek érezném magam a tanúságok summázásához, egy dolog feltétlenül kiderült számomra. Aki a 6 éves Sanyi életével valahogy kapcsolatba került,
az nem akart rosszat sem a gyereknek, sem a családnak, sőt, a saját magával szembeni erkölcsi elvárásoknak is igyekezett megfelelni. Csak éppen szinte mindenkinél bekövetkezett egy-egy pillanat, amikor a kapcsolat közvetlensége elképzelhető volt, hogy bizony veszélyeztet valakit szerettei közül. Vagy éppen azok közül, akikért felelős volt, gondoljunk csak az óvónőkre, akikre már-már vakon meg annyi gyereket bíztak a szülők. Az ember egy ártatlan ismerős kisgyerek érdekeivel szemben talán egyetlen érdeket képviselni szokott ösztönösen is, és mindenképpen, mégpedig a saját gyereke érdekét, még akkor is, ha nem a fertőzéstől félti, hanem csak attól, hogy az ő gyereke is épp oly kirekesztett lesz, mint mondjuk a vírussal fertőzött kisfiú. Bizony, szeretnénk megállni a helyünket, és bár belátjuk, hogy a vak végzet egy ártatlanon tombolja ki magát, megbocsáthatatlanul, és mégis tehetetlenek vagyunk annak ellenére, sőt talán éppen azért, mert jót akarunk, és kénytelenek vagyunk érdekeket szortírozni, osztályozni, mi a fontosabb, hányan veszélyeztetettek, netán, hogy megfelelők-e az óvintézkedések, mint hallottuk. Még akkor is így gondolkodunk, ha közben észrevesszük, hogy az észszerű cselekvések sorozata olykor pusztítóbb, mint maga a vírus. Viszont látásra ebben a műsorban 2 hét múlva, szombat este. Jó éjszakát kívánok!